Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. A hosszú hétvége közelettével a közutakon a temetők környékén érdemes figyelmesnek és türelmesnek lenni. A bontási munkálatok elvégzésével vette kezdetét a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítása. Forgalmi rendváltozásra kell számítani a 441-es főúton. A hosszú hétvége közelettével a közutakon, a temetők környékén, de még a tömegközlekedési eszközökön is érdemes figyelmesnek és türelmesnek lenni. Sajnos a tiszteletadást és a megemlékezést kihasználva tolvajok száma is megszaporodik. A Minden Szentek és Halottak napja miatt sokan látogatnak el a hosszú hétvégén a helyi sírkertekbe. Sajnos a nagy tömeg tumultus és az emberek felfokozott érzelmi állapota kedvez a tolvajoknak, erre hívják fel a figyelmet a rendőrök is. Ne hagyják őrizetlenül a táskájukat, mobiltelefonjukat, személyes értékeiket. Sírrendezés, sírgondozás közben ugye gyakran előfordul, hogy azokat egy padra vagy a sír mellé helyezik, és mikor elmennek vízért, vagy esetleg kidobják a virágokat, akkor azok felügyelet nélkül maradnak. Nagyon fontos, hogy a gépjárművekben ne hagyjunk értékeket. Ha tehetjük, akkor már a temetőbe érkezés előtt pakoljuk azokat a csomagtartóba, vagy egyáltalán ne is vigyünk olyan értékesebb dolgokat magunkkal. Tanács László bűnmegelőzési főelőadó hozzátette, már a tömegközlekedési eszközökön utazva is legyünk óvatosak. A temetőbe utazás során azonban az autósoknak is jobban oda kell figyelniük. Mindig számítani kell olyan járművekre, akik parkolóhelyet keresnek, és meglátva egy parkolóhelyet esetleg hirtelen fékeznek, számunkra váratlanul. Illetve arra, hogy egyáltalán meglehetősen nagy tumultus lesz, tehát dugókra lehet számítani. Próbáljunk egy picit türelmesebbek lenni most mások iránt. Az elsőbségadás szempontjából is legyünk előzékenyek, amennyire lehet. Ilyenkor a kevésbé tapasztalt autósok is megjelennek az országutakon. Nagyon fontos arra odafigyelni, hogy jóval többen lesznek az utakon. Nyilván itt a Minden Szentek környékén nagyon gyakori, hogy a vidéki elhunyt rokonainkat is meglátogatjuk, tehát emiatt még fokozottabb forgalom növekedésre kell számítani. Farkas Attila baleset megelőzési előadó hozzátette, gyakran fordul elő, hogy a sírkertek forgalmas főutak mellett helyezkednek el, így ezek környékén is legyenek a sofőrök elővigyázatosak és türelmesek, amennyire csak lehet. A krizantém és az árvácska a legnépszerűbb virág, amit Minden Szentek és Halottak napja alkalmából vásárolnak. A sírkertek gondozását jelentősen megkönnyítheti a jól kiválasztott virágdísz. A virágárusok és a virágtermesztők is felkészültek az október végi rohamra. A kecskeméti termesztőknél idén is a krizantém és az árvácska fogy a legjobban. Ezeket a szálas krizantémokat megrendelésre szoktuk előrendelésre kiadni, frissen vágjuk, így 2-3 hétig is elállnak. Tantóné Szabó Alexandra, a tantókertészet tulajdonosa mutatta meg ma stábunknak, mit érdemes figyelni a virágválasztásnál. A vágott virágnál fontos a minőség, a kereskedők és egyéni vásárlók egyre inkább figyelnek erre, hiszen a frissen vágott krizantém akár 2 hétig is szép marad. A cserepes kiültetett virágok esetében 2 fajtát keresnek a legjobban már szeptembertől. Először árvácskával kezdünk, rengetegen ültetnek nem csak otthonra, hanem a sírokat is beültetik szépen árvácskával, krizantémmal, díszítik ilyenkor a Halottak napjára. Egyébként az árvácskát azért is nagyon szeretik, mert egészen tavaszig díszíti a házakat, kerteket, sírokat. Csak ebben a kertészetben idén 35 ezernél is több árvácskát neveltek és adtak el. A Minden Szentek közelettével azonban egyre többen választják már a másik kedvencet, a krizantémot. Egészen fagyokig virágzik, majd tavasszal újra elkezd hajtani, vissza kell vágni, és akkor ugyanúgy ilyenkor a novemberre újra fog virágozni, bokrosodni. A krizantémot a fagyok közelettével át kell teleltetni, de egy kis gondoskodással ismét szép éke lehet a kerteknek vagy síroknak. Évek óta tendencia, hogy a termelőknél és az árusoknál is a vásárlók a friss és egészséges virágot keresik, és sokszor az árakban sem kell komolyabb kompromisszumot kötniük. A bontási munkálatok elvégzésével vette kezdetét a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítása. A Széchenyi Városi Fiókkönyvtárnak is helyet adó épületben a földszinten 3 tér összenyitásával akár 127 négyzetméter alapterületű közösségi tér alakulhat ki a felújítás után. A lépcső orsó termében pedig liftet fognak elhelyezni.
Szinte rá sem lehet ismerni a Széchenyi Sétány Szolgáltató házára, ahol a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítása folyik. A városrészi fiókkönyvtárnak is helyet adó épületben a kivitelező a bontási munkák 90%-át elvégezte, és megkezdte a terv szerinti épület szerkezeti átalakításokat. A földszintet és az emeleti szintet összekötő háromkorú lépcsősor által körülölelt orsótérben lift kerül majd kialakításra. Ez az akadálymentes kialakítás, illetve az emeletre majd visszaköltöző könyvtár miatt is lényeges eleme a beruházásnak. A bontást követően összenyitott terek kinyitották az épületet, már jól körvonalazhatók a tervezők által megálmodott közösségi és kiszolgáló terek. A földszinten három közösségi térfunkcióval ellátott terület összenyitásával akár 127 négyzetméter alapterületű közösségi tér alakulhat ki, helyet kap még két irodahelyiség is, illetve a vizes blokk és egyéb kiszolgáló területek. Az emeleti szintet teljes egészében a könyvtár foglalja majd el a kiszolgáló funkciókat betöltő helyiségekkel. A közösségi ház emeleti szintet körülölelő erkélyén pedig tetőkertet fognak kialakítani. Kohi Habib, a Naima János Egyetem külügyi irodájának vezetője volt tegnap este a kiemelő egyik vendége. A stúdióbeszélgetés témája az egyetem nemzetközi esedése volt a kutatásfejlesztési együttműködések, valamint a hallgató toborzás és képzések terén. A közelmúlt eredményeiről és a közeljövő terveiről, célkitűzéseiről számos fontos részlet kiderül a beszélgetésből. A nemzetközi esedés színterére lépett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Az intézmény egyik célja, hogy minél jobb helyre pozícionálhassa magát a nemzetközi rangsorokban. A nemzetközi rangsorolás a globális felsőoktatásban is ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint a hazai rangsorolásoknak az előkészítése, hiszen egy globalizált világban élünk, ahol a kereskedelem, a szolgáltatások már mind globálisan tud áramolni. Ezáltal mert a felsőoktatás, mint tudásmegosztás is globálisan tud áramolni bárhol a világon, és ugyanúgy, mint egy cégnek, egy egyetemnek is utána kell tudni nézni, hogy mit tud az egyetem, hanyadik az adott rangsorban. Az egyetem jelenleg még nem szerepel ezeken a nemzetközi rangsorokon, de már előkészítette az intézmény vezetősége, hogy rálépjenek erre a szintére is. Elindították az első angol nyelvű képzést is. A Neumann továbbá együttműködési megállapodásokat is kötött külföldi egyetemekkel, elsősorban a kutatásfejlesztést érintően. Alapvetően a világ két részre osztható, amikor felsőoktatásról beszélünk. Hogyha európai, illetve kelet-európai felsőoktatásról beszélünk, akkor ott érdemes a közel és a távol keletre lőni, hiszen ott van egy olyan hallgatói szám, illetve érdeklődői szám, akik adott esetben már az adott országban nem tudnak minőségi felsőoktatásban részesülni, ezért az európai felsőoktatás mellett döntenek, mivel az Egyesült Államok beli már túl távoli számukra. A Kecskeméti Neumann János Egyetem fő célja, hogy világszínvonalúvá váljon az intézmény, a meglévő tudást és a kutatásfejlesztési projekteket világszintre emeljék és megosszák azokat. A japán Imai Masaki által kidolgozott vállalati vezetési szemléletről és értékelési módszerről, a Kaizen stratégiáról jelent meg kötet magyarul a HVG könyvek gondozásában. A könyvet tegnap délután a Neumann János Egyetemen mutatták be. A vállalati folyamatok hatékonyság növelésének világszerte elismert szakértőjének, Imai Masakinak a Kaizen stratégiáról írt könyvét mutatták be tegnap délután a Kecskeméti Neumann János Egyetem GAMF karán. A HVG könyvek gondozásában megjelent kötet bemutatóját egy vállalatvezetői kerekasztalbeszélgetés és tapasztalatcsere keretében tartották meg. A helyszín nem volt véletlen, hiszen a GAMF és a Kaizen Institute Hungary együttműködésében egy új labor felépítése van tervben a Kecskeméti Egyetemen. A könyvbemutatón részt vett Gál József alpolgármester is, ezúttal vállalatvezetői minőségben a Simicron Kft. Ügyvezető igazgatójaként. Gál József megosztotta a jelenlévőkkel a Japánban szerzett vállalati tapasztalatait, kitérve többek között a japán ipari siker titkaira, a Toyota szerepére, a Kaizen módszerekre és a japánok kreativitásának kérdésére. Óvodások és nyugdíjasok közösen ültettek fát ma délelőtt a Melinda Parkban. A vidám hangulatú esemény nem csak a kiszáradt fák pótlását szolgálta, de hozzájárult a generációk közötti kapcsolatok erősítéséhez és a tisztább, élhetőbb környezet megvalósításához is. Színes locsolókannák, gerebék, ások és kislapátok, valamint finom sütik várták szerte délelőtt a Bíró Lajos utcai tündérkert a vada nagy csoportosait.
A vidám kis csapat azért érkezett, hogy a Melinda Park nyugdíjas klub tagjaival közösen fákat ültessenek. Az esemény az Alsószéktó Kisfái Matkó Polgárőr Egyesület és az Alsószéktóért Egyesület közös akciójának része volt, mely során a 2020-ban telepített 70 fa kiszáradt egyedeinek pótlását végezték. Összesen 35 darab fa ültetésére került sor, ebből 3-at ültettek el a gyermekekkel közösen. A rendezvényt Molnárné Salánki Margit, a Kecskemét Alsószéktóért Egyesület titkára nyitotta meg. Köszöntőt mondott Sibos László. A körzet önkormányzati képviselője nem csak a résztvevőket köszöntötte, de aktívan kivette részét a munkából is. Ő töltötte meg vízzel a rengeteg kis locsolókannát, melyeket aztán a frissen ültetett csemeték tövére öntöttek az ovisok. A kicsik által használt eszközöket az Alsószéktóért Egyesület vásárolta és adta át Fodor Mihályné óvodavezető részére, a szakmai munkát pedig Sütő Vilmos, a 2020-as faültetés ötletgazdája, az Alsószéktóért Egyesület alelnöke irányította. A nyugdíjasok és az óvodások együttműködése a jövőben is folytatódik. A tervek szerint madárretetőket helyeznek ki közösen a Melinda Parkba. Csapadékvíz elvezető csatorna építése és burkolat szélesítés miatt várható forgalmi rendváltozás a 441-es főúton tájékoztatta szerkesztőségünket Kecskemét megyeijogú város önkormányzata. A munka végzésre a főút Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszán megkezdődött útfejlesztés miatt van szükség. Ott jártunkkor még éppen elfordítva várták a terelőtáblák és a jelzőlámpák a forgalomkorlátozás kezdetét a 441-es főúton. A Városháza tájékoztatása szerint a város belterületi határánál, közvetlenül a Kecskemét tábla előtt a csapadékvíz csatorna építése miatt a főutat át kell vágni a burkolat megbontásával. Ezért 2022. október 26-a és 28-a között napközben váltakozó irányú jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon haladhat a forgalom a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A korlátozás a délelőtt 9 és délután 3:30 közötti idősávot érinti, november 2-a és 12-e közötti időszakban pedig a munkaterület mellett az útpatkára terelve ideiglenes burkolat szélesítésen fog haladni a két irányú forgalom. Az ideiglenes forgalmi rendet és közlekedési útvonalat a helyszínen táblák jelölik. A kivitelező kéri az arra közlekedőket, hogy a mindenkori ideiglenes forgalmi rend jelzéseinek megfelelően, körültekintően vezessenek, az autósok türelmét előre is köszönik. Felborult egy autó az M5-ös autópálya kecskeméti kihajtójánál kedd este. A sofőr életveszélyesen megsérült. Kiskunfélegyháza felől haladt az autó, amikor a stráda kihajtónál a jobbra ívelő kanyarban lerepült az útról, közben többször átfordult és fejtetőn állt meg. A helyszínre elsőként két férfi, majd Horváth Erika, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense érkezett, aki szolgálaton kívül volt. A körülményekre való tekintettel szolgálatba helyezte magát, és elmondta, hogy a kocsi vészjelző készüléke bejelzett, így a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is értesítést kapott a balesetről. Horváth Erika elmondta továbbá, hogy a felborult autóban egyedül lévő férfi biztonsági öve be volt kapcsolva, és fejjel lefelé volt a kocsiban, eszméletlen állapotban. A kecskeméti tűzoltók a beszorult férfit csak feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani, majd a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. Ölelő művészet címmel képzőművészet és egyben jótékonysági rendezvényt tartottak október 25-én a Természetházában. A kecskeméti művészeti szakkör tagjai, akik az utóbbi két évben a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága jóvoltából a Természetházában alkothatnak, 4 éves tevékenységük összegző kiállítását a látogató központban rendezték meg nagy közönség érdeklődés mellett. A 28 kiállító között van 12 éves általános iskolás diák, gyakorló fogorvos és 70 év feletti nyugdíjas egyaránt. Képzettségüket, felkészültségüket tekintve is nagyon sokféle a kép. Ami közös bennük, hogy a különböző technikákkal és témákban készült képek kivétel nélkül az élet igenléséről és a természet szeretetéről szólnak. A kiállítás képeinek nagy része néhány magántulajdonban lévő mű kivételével megvásárolható. A befolyt vételárral az alkotók szinte teljes egészében a Kiskunsági Nemzeti Park alapítványát és ezzel a természet megóvását támogatják. A kiállított 84 alkotás és a vele párhuzamosan látható gyermekrajz pályázat legsikeresebb munkái október 31-ig látogathatók a Természetháza nyitvatartási idejében. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden.
A hosszú hétvége közelettével a közutakon, a temetők környékén, de még a tömegközlekedési eszközökön is érdemes figyelmesnek és türelmesnek lenni, mivel megszaporodik ilyenkor a talvajok száma. Emellett idén is az árvácska és a krizantéma legnépszerűbb virág. A bontási munkálatok elvégzésével vette kezdetét a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítása. A Széchenyi Városi Fiakkönyvtárnak is helyet adó épületben a földszinten három tér összenyitásával akár 127 négyzetméter alapterületű közösségi tér alakulhat ki a felújítás után. A nemzetközi esedés színterére lépett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Az intézmény egyik célja, hogy minél jobb helyre pozícionálhassa magát a nemzetközi rangsorokban. Csapadékvíz elvezető csatorna építése és burkolaszélesítés miatt várható forgalmi rendváltozás a 441-es főúton. November 2-a és 12-e közötti időszakban pedig ideiglenes burkolaszélesítésen fog haladni a kétirányú forgalom az útpatkára terelve. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Lukács László, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője, akivel a Mexikóban tartott nemzetközi fesztiválról beszélgetünk. Ezt követően megmutatjuk, hova lehet vinni a használt sütőolajat. Végül pedig az illatok kapnak fontos szerepet. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 49 perckor, 22 óra 25 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekintetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön az éjszaka képződőköd, illetve réteg felhőzet napközben ritkul zsugorodik, csak helyenként maradhat meg. Általában számítani lehet több-kevesebb napsütésre. Többnyire gyenge marad a légmozgás. Hajnalban 7 fokot, napközben 20 fokot mérhetünk. Pénteken a fátyol felhők mellett általában több-kevesebb napsütés várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 12. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Szombaton nagy részt kisüt a nap, de maradhatnak borult, párás területek, illetve fátyolfelhők is érkezhetnek. Számottevő csapadék nem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A minimum hőmérséklet 7 és 9, a maximum 12 és 20 fok között várható majd. Évvel ezelőtt, 1987. október 26-án avatták fel a Ganf előtti téren a műszaki történeti személyiségek szoborparkjának első két alkotását, Pattantyús Ábrahám Gézai és Csáki Frigyes mellszobrát. Ünnepi beszédében dr. Kulcsár Béla főigazgató kiemelte, hogy a magyar műszaki élet kiválóságait megörökítő szoborportrék, emlékeztetve a múlt nagyszerű mérnöki teljesítményeire, egyben például szolgálnak a jövő műszaki értelmiségének. Pattantyús Ábrahám Géza, gépészmérnök, nemzetközileg elismert tudós, a magyar gépészeti szakirodalom gazdagítója, sokoldalúan képzett, művelt, közéleti személyiség volt. Mellszobrát László Péter szobrászművész készítette.
a Szoborpark másik alkotása, Pálffy Gusztáv műve, Csáky Frigyesnek, a Budapesti Műszaki Egyetem rektorának, a szabályozás elmélet és az irányítás technika iskola teremtő egyéniségének állított emléke. Jó estét kívánok! Ez itt már a kiemelő. Nemrégiben Mexikóban járt a Kecskemét Táncegyüttes egy nemzetközi fesztiválon. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Lukács Lászlóval, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetőjével. Ezt követően megmutatjuk, hova lehet vinni a használt sütőolajat és mire kell figyelni ezzel kapcsolatban. Végül pedig a híres Agórában szervezett illatok kalandjátékába tekinthetnek be, ahol az interaktív kiállításon főszerepet kap a szaglás. Már is kezdtünk. A mexikói nagyváros San Luis Potosí több évnyi kihagyás után újraindított nemzetközi fesztiválján 4 kontinens 15 országának népművészete mutatkozott be. Hazánkat városunk reprezentatív táncegyüttese a Kecskemét Táncegyüttes képviselte. Erről beszélgetünk most Lukács Lászlóval, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetőjével. Jó estét! Szép estét kívánok! Mit lehet tudni erről a nemzetközi fesztiválról? Ahogy bevezetőbe is mondta, újraindították ugye pár év után, hát természetesen a pandémia miatti kihagyás volt itt is. Ez azért azt jelenti, hogy, hogy a közönséget újból oda kellett vonzani, újból meg kell velük szerettetni ezt a fesztivált. Nagyon izgalmas kihívás volt, hogy ezt a Kecskemét Táncegyüttessel és a Magyarországról minket delegáltak ki, hogy ezen a fesztiválon részt vehessünk. Nagyon jól szervezett, színvonalas fesztiválon vehettünk részt, mind a 34-en. Ennyi volt a delegáció létszáma. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon jó tapasztalatokkal tértünk haza. Ide jelentkezik az együttes, és kiválasztják? Hogy működik ez? Úgy működik, hogy van Magyarországon egy, nem is Magyarországon, a világon van két nagy folklor, internacionális, tehát nemzetközi folklorfesztiválokat összefogó szervezet. Az egyik a CIOF, ez a magyarországi CIOF Hungary, ez szokott delegálni magyarországi kiváló együtteseket külföldi turnékra, külföldi fesztiválokra, ahonnan kapja a meghívásokat, érkezik ez a CIOF-hoz, egy központi, nyilván ez egy központi szervezet, érkezik, hogy most Franciaországba kell, most a mexikói fesztiválnak van szüksége magyar együttesre, és akkor így szépen elosztódik. Ez ilyen nagyon kevés, tehát egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ilyen külföldi meghívás érkezik egy évben Magyarországra, és ebből az egyiket most a Kecskemét Táncegyüttesnek delegálták és adták. Gratulálok hozzá minden esetre. 15 országnak a csapata, csoportja érkezett. Honnan érkeztek? Legtöbben a latin-amerikai országok érkeztek erre a fesztiválra. Úgy kell képzelni, hogy a 15-ből nem mindegyik volt táncos csoport, ugyanis kiállítások, kézműves foglalkozások tartására is meghívnak ilyenkor külföldi delegációkat, amelyek lehet, hogy csak 2-3 fős, vagy 4-5 fős, vagy 1 fős, aki éppen a kézművességgel foglalkozik ott az adott fesztivál sátrak forgatagában a nézőkkel. A táncos vonatkozásban Panama, Mexikó, Guatemala és még volt amerikai csoport is, akiket láthattunk ott a fesztiválon. Milyen műsorral készült az együttes? Külföldre mindig egy speciálisabb műsor kell, tehát a külföldi nézőknek mindig azt szeretnénk, mindent meg szeretnénk mutatni, ami inkább, leginkább jellemző ránk magyar néptáncra. Nyilván fontos szempont ilyenkor a kiválasztásnál, a műsornál, hogy összeállításnál, hogy változatos legyen, ne legyen a néző számára, a külföldi néző számára ugyanolyan unalmas,
Tehát míg nekünk egy délalföldi tánc, meg egy szatmári tánc teljesen más, vagy egy dunántúli és egy szatmári tánc teljesen más, addig a külföldi nézőnek szinte ugyanaz, mert párba forgunk, összekapaszkodunk, csapunk egy kicsit és ennyi. Tehát máshogy kell összeállítani a külföldi repertoárt, ezért van férfi táncok, attraktikus férfi táncok, női eszközös üveges, ugye, akrobatikus táncok, aztán nyilván a lírai páros táncaink és a dinamikus, erős, erdélyi, forgós-forgatós legényes táncaink is megjelennek. Mennyire bonyolítja ilyenkor a pakolást, a népviselet? Nagyon jó kérdés. Igen, csak megbonyolítja. Már csak azért is, főleg a repülőutaknál van ezzel probléma. Tehát ilyenkor nagyon fontos a repertoár kiválasztásán, összeállításánál ugye a viseleteket végig gondolni. Igen, sok szempont valóban ilyenkor egy külföldi turnéra készülés, mert ugye 23 kilót lehet fölvinni a gépre, plusz a kézipodgyász, és ebben kell elosztódni a táncosnak, főleg a hölgyeknek, a lányoknak a sok alsó szoknya, több népviselet, a saját ruháik, civil ruháik, a retikül, a pipere, a nem tudom mi, és mindez úgy, hogy közben a magyar népviselet ne szenvedjen csorbát, és meg tudjuk mutatni a külföldieknek mindegyik a pőszoknyás szép viseletünket is, meg a kalotaszegi gyönyörű színes viseletet is. És hogyha hoznak haza a szuvenírt, akkor még az pluszban nehezíti. Ja, így van, még akkor a hazautra is gondolni kell. Van-e ilyenkor lehetőség esetleg, hogy menjen zenekar? Sőt, nem is az, hogy van lehetőség, hanem muszáj, hogy jöjjön zenekar. A legtöbb ilyen színvonalas fesztivál az elő is írja, hogy élőzenét kell vinni, nem lehet gépzenével menni. Úgyhogy bocsánat, mi 4 fős zenekarral utaztunk ki most Mexikóba, hegedű Brácsa Bőgő és egy fúvós és hegedűs hölgyel, aki még ráadásul énekelt is. Úgyhogy nagyon több funkciós ilyen szempontból, hál' Istennek a Dóra, Nagy Dóra, nagyon örültünk neki, hogy elkísért minket, több mindenben is részt tudott venni, még abba is, hogy a műsorunk végén meglepetésként szoktunk ilyenkor az adott ország egy népszerű dalát elővenni, megtanulni és elénekelni. És ez most nagyon szintén itt is nagy sikert aratott a mexikóiaknál, és a Dóra némileg jól beszélt spanyolul, és ő segített ebben, és ő spanyolul énekeljük nyilván a spanyoloknak, vagy spanyol ajkóaknak, ott a mexikóiaknak ezt az éneket. Hát hagyd ne mondjam, hogy óriási ováció volt mindig. Mennyi ideig tartott a fesztivál? Összesen a turné maga 14 napot vett igénybe a táncosok életéből, utazással mindenne együtt. Nyilván ezt úgy kell képzelni, hogy egy olyan 1-1,5 nap az út, ugye, repülőút, átszállásokkal mindenne, és ott a fesztivál maga az 8 napos volt. Utána, a fesztivál után, ha már ott vagyunk Mexikóba, úgy gondoltuk, hogy ne csak 8 napot töltsünk el, és ne csak San Luis Potosiba, hanem Mexikóvárosba, a világ legnagyobb városába, 20 milliós városba is menjünk már el, látogassunk már el, úgyhogy az utolsó 3 napunk az ott telt el, úgy telt el, hogy Mexikóvárosban részt vettünk turisztikai városnézésen, részt vettünk a Teotihuacán piramisok, meglátogattuk, megnéztük a több ezer éves várost, és ellátogattunk, elbuszoztunk, úgy döntöttünk, hogy ezt még megengedjük magunknak Acapulcóba, a mexikói ország nyugati partjára, tehát a csendes óceán partjára, egy napot ott eltöltöttünk a 30 fokba pálmafák közt a végén. Visszatérve még a fesztiválra, mennyire kötött egy ilyen fesztiválnak program? Elég szoros a program, elég kötött a program. Sok fellépésünk van, workshopunk, táncházunk, bemutatókat kell tartani, de azt kell mondjam, hogy ez a mexikói fesztivál ilyen szempontból a lazább fesztiválok közé tartozott, de ezt nem úgy kell képzelni lazább, hogy csak heti egy fellépésünk volt, vagy kettő, tehát mint mondtam, minden nap igénybe vettek minket, sőt, egyetemen tartottunk, 3 egyetemen is előadásokat, ott Mexikóba, San Luis Potosiba. Viselet, tánc, a Magyarországot szerettét volna be, tehát ezt kérték már előre, hogy magyar kultúra, Magyarország, bemutatása, gazdaság, politika, kultúra, étkezési szokások, mindenre kíváncsiak voltak, és nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy ilyen
Körülbelül egy órás PPT-s bemutatót prezentáltunk ott nekik, és nagyon-nagyon örültek, hogy ilyen komplex bemutatót tartottunk Magyarországról. Nagyon sokan nyilván nem tudták azt sem, hogy hol van Magyarország, mexikóiak közül, de jó néhánynak azért beugrott, hogy Budapest, meg beugrott, hogy Puskás Ferenc. Van esetleg ilyenkor táncoktatás? Természetesen, igénylik is, kérik is, tehát sokszor az egyetemeken minden alkalommal fölkértük utána az ott hallgatóságot, ugye volt, hogy 100 fő vett részt, volt, hogy egy kis csoportnak tartottunk eladást, de mindig a legvégén egy közös táncoltatással, egy táncszázzal zártuk. És a táncéjütes tagjai más táncokat is esetleg elsajátítottak, vagy belekóstoltak? Igen, ilyenkor külföldi fesztiválokon ezt is szeretjük ilyenkor, hogy részt vehetünk ilyen eseményeken. Itt most ez a fesztivál nem olyan szervezés volt, hogy minden este más-más nemzetnek volt az estje, de szokott ilyen fesztivál is lenni. Itt most nem szerveztek ilyet, viszont a panamaiakkal tudtunk egy kicsit közösen szórakozni, illetve a nyitó és a záró ceremónián is a mexikói csapatokkal, a panamai mexikói csapatokkal egy nagyon jó közös kis esti hangulatú buli kerekedett, és hát természetesen előjöttek a bachata, a salsa és az egyéb táncok is. És most újra Magyarországon, Kecskeméten, jövőbeli tervek? Így van, jövőbeli tervek. Nyilván most igyekszünk egy kicsit összébb rendezni sorainkat, és a nyári nagyon sok dolgunk után több műsort is előadtunk, 3 műsor ment párhuzamosan nyáron, nagyon-nagyon kivette az együttes energiáit. Sok meghívásunk volt Budapestre, vidékre, nyári táborok, stb. Most ez a külföldi turnéra való készülés vette az időnket, úgyhogy most szeretnénk egy kicsit több időt magunkra és a tánc tanulásokra fordítani, hogy egy újult erővel majd egy új műsort létrehozni, mégpedig egy erdélyi táncokból, csak erdélyi műsort szeretnénk, erdélyi táncokból álló műsort létrehozni, tehát most az új műsorunkon dolgozunk a jövőben, és várjuk a mikorra várható ennek meghívásokat. Hát az új műsor bemutatóját szerintem vagy 23 évvége, vagy 24 eleje, éveleje. Tehát egy év kell ahhoz most, hogy egy olyan 8-10 koreográfiát, 8-10 új táncot, 8-10 koreográfia, minden, rendezni a műsort, megrendezni, ezt most összehozzuk, ehhez kell azért idő. De mellette azért, ha minden jól megy, és az égek is úgy akarják, és az energia is úgy akarja a világon, és a vezetők, akkor nyilván jövőre is megyünk fesztiválra. Már egy svájci meghívásunk van, már egy Madeira-szigeti portugál fennhatósági meghívásunk van, hogy hova tudunk eljutni, és hova tudunk összehozni, gazdaságilag is összehozni, azt még most nem tudjuk. Hát akkor sikeres felkészülést kívánok ehhez az erdélyi nagyműsorhoz, és további sok sikert, minden jót. Köszönjük szépen! Sokszor hallhattuk már, hogy egy liter elhasznált olajjal 1 millió liter édesvizet is beszennyezhetünk. Mégis évente csak az elhasznált sütőolaj 2-3%-a kerül begyűjtésre a lakosságtól. Mivel a csatornába vagy a talajba kerülve problémát okozhat a használt sütőzsiradék, utána néztünk, hogy Kecskeméten hova lehet leadni ezt a fajta hulladékot. A Magyarországon keletkezett használt sütőzsiradékok csupán elenyésző részét gyűjtük szelektíven, miközben ez a fajta hulladék jelentősen károsíthatja vizeinket és a talajt, nyilatkozta nemrég Agatics Roland, a Duna-Tiszaközi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Magyarországon évente mintegy 25 ezer tonna használt étolaj keletkezik a háztartásokban, ennek mindössze nagyjából 2%-a, körülbelül 500 tonna kerül begyűjtésre. Ezért körbejártuk a használt olaj kérdéskörét és gyűjtési lehetőségeit városunkban. Hegedűs László, a Bácsvíz ZRT csatornahálózati üzemvezetője elmondta, hogy a vízszolgáltató a fiatalság nevelésére helyezte a hangsúlyt. Így 8 intézményben, óvodákban és iskolákban helyeztünk ilyen gyűjtőedényeket, ahova mindenki a háztartásából beviheti flakonokban elhelyezve a használt sütőzsírt, étolajat, amely, hogyha megtelik ez a gyűjtőedény, akkor mi beszállítjuk ide a kecskeméti szennyvíztisztító telepre, és itt hasznosítjuk ezt a rothasztókban, amelyből biogázt, illetve villamos energiát állítunk elő. Nagyon fontos, hogy a szennyvíz csatorna hálózatot
az emberek ne tekintsék szemetesnek, tehát az oda nem való anyagokat ne dobálják, illetve ne öntsék bele a szennyvíz csatornába, mert az ott problémákat okozhat. Ilyenek az a nedves törlőkendők, ide tartoznak a használt étolajak, a használt étkezési hulladékok, tehát mindez nem a szennyvíz csatornába való anyag, amely ott problémát okozhat. Az olaj tehát nem csak a környezetet tudja károsítani, jelentős többletkiadásokat is okozhat, ha a csatornába engedjük a használt zsíradékokat. Ezek a nagyobb méretű csatornákban, ahol még több szennyvíz folyik, ha bekerülnek ezek a zsírok, akkor össze tudnak állni akár ilyen hatalmas rögökké. Nyilván kisebb méretekben ez akár Kecskeméten is előfordulhat, és ezeknek az eltávolítása a csatornahálózatból nagy munkaigényt, illetve nagy ráfordítás emberi és gépi erőforrást igényel, hogy a csatornából ki tudjuk szedni az oda beengedett zsírokat, és ami ott meg tud kövesedni szinte, és dugulást okoz. Országosan és városi szinten is egyre több akció és gyűjtőhely létesül azért, hogy minél több használt olaj kerüljön megfelelő helyre. Kecskeméten a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Hulladékudvaraiban, benzinkutakon, egyes üzletekben és intézményekben is leadhatjuk a zsíradékot, emellett sok cég is foglalkozik használt olajbegyűjtéssel. A Budai utcai piac csarnokban például 2 darab 240 literes gyűjtőedény szolgálja azt a célt, hogy a lakosság körében keletkező használt sütőolajat és sütőzsíradékot összegyűjtsük. A Biotrans Kft. Jóvoltából létrehozott Cseppet Sem program 2020 őszén indult útjára, és az ország számos helyén telepítettek már használt sütőolajat és sütőzsíradékot gyűjtő pontokat. A program elsődleges célja a környezetvédelem, hiszen az összegyűjtött anyagok 100%-ban újrahasznosításra kerülnek. Fontos, hogy kizárólag zárt csomagolásban adható le az elhasznált olaj, zsíradék, például lezárt műanyag palackban vagy befőttes üvegben, így elkerülhető a kiömlés, szennyeződés veszélye. Az edényekbe kókuszolajat és pálmaolajat is leadhatnak a vásárlók korlátlan mennyiségben. A katonatelepi Matyász János általános iskolához október elején érkezett meg egy modern gyűjtőkonténer. A hírt az intézmény igazgatója, Kisberg Hella osztotta meg a városrész közösségi oldalán. Mint ahogy az a bejegyzésben kiderült, a használt sütőolajbegyűjtési program szintén a Cseppet Sem program része. Az új gyűjtőpontot az iskola udvarán közvetlenül a bejárati kapu mellett helyezték el, így az iskola nyitvatartási napjain és idejében van lehetősége valamennyi katonatelepi lakosnak, hogy az elhasznált sütőolajat a tartályba helyezze az előírt módon, vagyis a használt olajat abban a flakonban, palackban kell elhelyezni, amiben odavitték. Semmiképp nem szabad beleönteni. A gyűjtő nyíláson egy 5 literes edényzet is kényelmesen átfér. Az igazgató hozzátette, hogy a gyűjtés a környezetvédelem mellett azért is fontos, mert a cég a mennyiség arányában támogatja az iskola alapítványát. Az intézmények mellett a társasházaknak is megvan a lehetősége a közösségi gyűjtésre. Hasonlóan az iskolához, ez a Kecskeméti Társasház is kétszeresen jól jár a használt sütőolaj gyűjtéssel. Némi ellenszolgáltatás is jár érte, ez 40 forint per kilogramm sütő. Zsiradékonként, vagy hát kilogramonként. A sütőzsiradék elszállításának a másik haszna, hogyha nem szállítanák ezt el, akkor, vagy hát nem ide gyűjtenék az edénybe, hanem leöntenék a lefolyókon, akkor ez dugulást okozhatna a társasház lefolyó vezetékeiben, mert kicsapódik a sütő, vagy kicsapódna a sütőzsiradék a falán, és emiatt eltömődik egy idő után a lefolyó vezeték. Az ilyen lakóközösségek tagjai igazán egyszerűen meg tudnak szabadulni a használt olajtól, a lakóknak pedig a kuka takarítására sincs gondjuk. Mi az egyik olyan társaságot választottuk, akik fizetnek is ezért, illetve az edényeket úgy szállítják el, hogy nem ürítik ki a sütőzsíradékot, hanem magát az edényt viszik el, és egy teljesen tiszta steril kukát hoznak helyette, vagy hát inkább egy edényt. Ez egy olyan műanyag kuka, aminek a tetején van egy kör alakú nyílás, és akkor egy ilyen másfél literes PET flakon méretű műanyag edény belefér, ebbe beleönteti a sütőolajat, vagy a zsírt, vagy mégis bármilyen sütőzsíradékot a tulajdonos, és beledobja az edénybe, nem kell vele semmit se csinálnia. Kecskeméten tehát számos lehetőségünk van, hogy biztonságos helyre tegyük a használt sütőzsíradékot, az interneten több térkép is segítségünkre lehet. Ezen többek között az egyes élelmiszerláncok úgynevezett étolajboxai, a biofilter telephelyek, lakossági hulladékudvarok és a használt sütőolaj átvevő helyen rendelkező MOL-kutak is szerepelnek. Az olaj- és gázipari vállalat használt sütőolajgyűjtő programja még 2011-ben indult el. Az átvevőhelyek száma folyamatosan bővült, ma már 350 MOL töltőállomáson lehet leadni a lakosságnak a használt sütőolajat.
Csak lakossági eredetű használt olajat tudunk átvenni, és egyszerre legfeljebb 10 litert lehet behozni. Arra kell figyelni, hogy a sütőolaj ne legyen más egyéb hulladékkal vagy vegyszerrel szennyezett, a sütéskor keletkezett ételmaradvány az viszont benne maradhat ebben az olajban. Azt kérjük, hogy a sütőolajat közvetlenül adják át a töltőállomási személyzetnek, a töltőállomáson dolgozóknak, és ők fogják akkor a megfelelő nagy gyűjtőedénybe beleönteni és oda gyűjteni. A Békéscsabai úti töltőállomáson a kezdetek óta létezik a leadási lehetőség, nemrégiben pedig új informatív fóliázást kapott a benzinkút olajgyűjtőpontja. Mi történik ezzel az étolajjal? A Biofilter ZRT összegyűjti és tisztítást követően eljuttatja a Rossi Biofuel Komárom üzemébe, ahol ebből bioüzemanyagot, illetve a bioüzemanyaghoz szükséges komponens gyártanak belőle. Ennek köszönhetően tehát a környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát termék lesz a használt sütőolajból. A leadó helyek a cég töltőállomás keresőjében is megtalálhatóak, ebből kiderül, hogy a megyében 20, míg Kecskeméten 7 molkúton van gyűjtőpont. A lehetőségek tehát adottak, és csak rajtunk múlik, hogy a használt olaj ne az élővízbe kerüljön, hiszen a felszínen úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Izgalmas, vagy talán még találóbban illatos kalandtúrára invitál mindenkit az Illatok Kalandjátéka interaktív kiállítás. A Hírös Agora Kulturális Központban november 5-ig élhető át az izgalmas, illatos kaland. Itt található egy illatpumpa. Alapvetően a lényege, hogy ide hajolunk, megnyomjuk ezt a kis pumpát ide, hajolunk a kiáramló csőhöz, és a kiáramló levegőt beszívva meg kell fejtenünk, hogy milyen illat lapul ebben az illatpumpában. Az illatokat rejtő asztalkákat mutatta meg ma stábunknak Faust Márka, az Illatok Kalandjátéka kiállítás egyik szervezője. Az eper illatától a világűr szagáig mindent megismerhet, aki betér a Hírös Agora Kulturális Központba. Az illatkaland során a résztvevők kideríthetik, hogy képesek-e felismerni és megnevezni a különféle illatokat. Alapvetően, amikor megérkezik a látogató, akkor egy mesebeli világba csöppen. A fogadó személyzet a kezükbe ad egy kis játékkártyát, amin egy igazából játékszabály van, és mindenféle elébb hasznos információ. Ezután pedig nekivághatnak a kedves látogatók a 11 állomásból álló óriás interaktív társasjátéknak. Ez a mese igazából arról szól, hogy Aroma professzornak segítünk egy illatok elixírét kitalálni, hozzájutni, megalkotni. Ezen a kalandon végig kísér egy Fitos nevezetű kis képzeletbeli kiskutya is, aki ha bármennyi illatnál elakadnánk, nem tudjuk kitalálni, mert eléggé nehéz egyébként ez a játék, akkor ő segít, hogy tovább tudjunk menni, és hát a legvégén a professzor úr hálájából kapnánk egy kis ajándékot, egy kis apróságot. Az illatok bámulatosan sokfélék, az emberi szaglásnak pedig sokkal nagyobb szerepe van az életünkben, mint azt képzelnénk. Gyerekek és felnőttek közösen játszva tanulhatnak a szaglás és a szagérzékelés bámulatosan összetett jelenségéről. Egy ilyen 45-60 perc között lehet itt a kiállításon eltölteni szerintem kényelmesen és élvezhetően ezt az időt. Körülbelül 25-30 perc a maga a játék, és azon kívül pedig audiovizuális eszközök és mindenféle egyéb installáció mutatja be az orr és a szaglás működését. Az igazán ügyes játékosok kiérdemelhetik az Illatkalandor címet is. Az Illatok Kalandjáték a november 5-ig látogatható a Hírös Agora Kulturális Központban. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Hosszú hétvége közelettével a közutakon, a temetők környékén, de még a tömegközlekedési eszközökön is érdemes figyelmesnek és türelmesnek lenni, mivel megszaporodik ilyenkor a tolvajok száma. Emellett idén is az árvácska és a krizantém a legnépszerűbb virág. A bontási munkálatok elvégzésével vette kezdetét a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítása. A Széchenyi Városi Fiókönyvtárnak is helyet adó épületben a földszinten három tér összenyitásával akár 127 négyzetméter alapterületű közösségi tér alakulhat ki a felújítás után.
A nemzetközi esedés színterére lépett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Az intézmény egyik célja, hogy minél jobb helyre pozícionálhassa magát a nemzetközi rangsorokban. Csapadékvízelvezető csatorna építése és burkolaszélesítés miatt várható forgalmi rendváltozás a 441-es főúton. November 2-a és 12-e közötti időszakban pedig ideiglenes burkolaszélesítésen fog haladni a kétirányú forgalom az útpatkára terelve. Óvodások és nyugdíjasok közösen ültettek fát ma délelőtt a Melinda Parkban. Összesen 35 darab főültetésére került sor, ebből 3-at ültettek el a gyermekekkel közösen. Kedves nézőink! Kiemelővel holnap is várjuk Önöket a híradót követően. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!